Pokrián Lászlóné és férje Pokrián László Szegedről érkeztek a városba, hogy megcsodálják a Szent István Király Múzeum Munkácsi Székesfehérváron kiállítását hétfő délután. A tárlat mellett azonban egy meglepetés is érte őket, hiszen hivatalosan ők lettek a kiállítás 10.000. látogatói. Pokrián Lászlóné ugyan hosszú évtizedek óta él Szegeden, de Fehérváron született és itt is nőtt fel. Itt születtem, itt nőltem föl, és úgy kerültem Szegedre 16 éves koromba, és így Szegedre maradtam. És azért minden évben jövünk ide. A szüleim is itt voltak, már most sajnos a temetőben vannak, de hát jövünk. Önnek hogy tetszik a város? A kedves feleségével érkezett. Tetszett, bejönni be tudok a városba, csak ki nem. Nekem olyan bonyolult. De szép. Szerintem szebb, mint Szeged. A 10.000. látogatóként érkező házaspárt Cserpalkovics András polgármester, Pokrovenszki Krisztián, a Szent István Király Múzeum főigazgatója, valamint a múzeum szakmai igazgatója Belényesi Károly köszöntötte a bejáratnál. Nagy öröm volt a kiállítás megnyitása is, de az elmúlt hetek jól mutatták, hogy nagy is az érdeklődés. Nyilván egy fantasztikus tárlatról van szó, és vártuk, hogy mikor érkezik el a pillanat, hogy köszönthessük a 10.000. látogatót. Ez ma megtörtént. Szegedről érkezett a hölgy és az úr, akit kicsit meglephettünk szószoros értelmében, hiszen ők úgy léptek be a múzeumba, hogy csak jöttek kiállítást megnézni. Pokrovenszki Krisztián, a Szent István Király Múzeum főigazgatója elmondta, hogy a rendház épület felújítása után elhatározták, olyan kiállításokat szeretnének rendezni, melyek széles körben népszerűek lehetnek. Mióta felépült, illetve megújult a rendház épülete, akkor ugye elhatározta a múzeum vezetése, és ebben a fenntartó is szerencsére partner volt, hogy ide olyan kiállításokat kell hozni, melyre nagyon sokan kíváncsiak, nagyon sokan megtekintik, és nagyon sokan bejönnek. Szerencsére ez az épület lehetőséget is ad ilyen kiállítások megrendezésére, mint ahogy ezt a Munkácsi kiállítás is bizonyítja. Belényesi Károly örömét fejezte ki a nagy érdeklődés kapcsán. Átlagosan naponta közel 250-en látogatják a kiállítást, és az, hogy ez a 10.000. látogató éppen Szegedről érkezett, azt bizonyítja, hogy széles körben ismert a kiállítóhelyünk. Ez a kiállítás is nagyon vonzó, nem csak a székesfehérváriak és a Székesfehérvár környékén élők számára, hanem az országban élők számára is. A Munkácsi kiállítás 2024. január 14-ig látogatható, hétfőtől vasárnapig 9 és 19 óra között a Szent István Király Múzeum rendház épületében.